Bíróság előtt a politikus a Budapest környéki törvényszéken megkezdődött Zagyva György Gyula jobbikos képviselő és társa büntetőpere. A vádirat szerint 2010. augusztusában Verőcén a Magyar Sziget rendezvényén megfenyegették és megfélemlítették a Hetek című lap két újságíróját. Mindkét vádlott tagadta az zaklatást. Jó napot kívánok! Örülök, hogy célba ért. Ezekkel a szavakkal üdvözölte Zagyva György Gyulát, a Jobbik képviselőjét, a tanácsvezető bíró, mert a tárgyalás a képviselő parlamenti elfoglaltsága miatt csak másfél órás késéssel lehetett elkezdeni. A vád két rendbeli személyes zaklatás. A történet azzal kezdődött, hogy a Hetek két újságírója a Magyar Szigeten egy faházban interjút készített a Jobbik képviselőjével. Bevittek minket egy faházba, megzárták az ajtót, ott voltam velünk négyen, és hát gyakorlatilag mondták azt, hogy ki kell kapcsolni a magnót. Ahogy a tárgyaláson kiderült, a helyzet akkor kezdett eldurvulni, amikor az újságírókkal a bekapcsolt diktafont kikapcsoltatták. Ezt a másodrendű vádlott egyszerűen zsidó pofátlanságnak minősítette, és a tárgyaláson sem értette, hogy mi a baj ezzel a jelző szerkezettel. Másodrendű vádlottaknak a viselkedéssel, a megjegyzésekkel, fenyegetésekkel az volt a célja, hogy Somarjai László József és Hegedűs Soma sértettekben félelmet keltsen, amely az elkövetés helyére, illetve körülményeire, valamint a sértettek kiszolgáltatottságára is figyelemmel megvalósult. Ezt azonban a vádlottak következesen tagadták. A tárgyaláson többször is szóba került az a karikás ostor, amely mint hagyományőrző eszköz az interjú közben végig Zagyva kezében volt. A vád szerint egy alkalommal Somorjai László József felé ütött, de nem találta el. Ezt Zagyva Gyula is tagadta, mint hogy a többi félelemkeltő kijelentést is. Ezek a vádbeli kijelentések elhangzottak? Tehát nincs demokrácia a táboron belül? A válasz nem. Széttépni és felkoncolnál. A másodrendű vádlott nem járult hozzá felvételek készítéséhez, nemúgy mint Zagyva György Gyula, aki szintén tagadta az ellene felhozott vádakat. És azt mondta, hogy azért kapcsoltatták ki a magnót, mert zavarta őket. Ezt a diktafon kikapcsolási mizéri, hát ezt én úgy gondolom, ez az én véleményem, hogy a két újságíró arra használja ki, hogy ő szabadon azt mondhassa, hogy mi történt velük. Ami teljesen egyértelműen nem igaz, és ezt használják fel bizonyítékként. Hegedűs Soma, a Hetek újságírója, másképp emlékszik a történtekre. Egyre indulatosabb beszélgetésbe keveredtünk. A hangfelvételnek is tanúsítják, hogy Inszen Béla azt mondta ennek a beszélgetésnek a vége felé, hogy így, hogy bejöttünk a táborba, itt nincsen demokrácia, itt velünk kényünkre bánnak, és azt tesznek velünk, amit akarunk. A tárgyalás a jövő héten a tanúk meghallgatásával folytatódik. Ez a beszélgetés kapcsán.